Sziasztok, én Dél vagyok, és tovább járjuk a baleseti helyszíneket, hogy legjobb tudomásunk szerint segítsünk, és utána kiderítsük, hogy mi is történt. A következő helyszínünk az Franciaország 2014, és 4 darab érintettünk lesz a balesetben. Veszélyes útszakasz vár, csak ő magában is. Egy hegy oldalában. Mi a franc? Várjál már, hát ez miért néz ki ennyire mocsakul ez az autó? Ez már kiégett a rákba? Oké. Showtime. Elakadás jelző. Hol a telefonom? Kade Emergency Service. Miért rakod oda a telefonodat? Komolyan mondom. Hello. Igen. Ismét. Siessenek. Tűz. Van tűz, igen. Azt nagyon gyorsan el kell oltanunk, mielőtt még nagyobb baj lesz. Nem kellene felnyitni a motorháztetőt? Ott az előbb még egy autó volt. Kezdjük előről. Jó, szóval ami itt áll autó, először ezzel kell foglalkoznunk, hogy nehogy lezuhanjon. Még mozog benne az ember. De mit csináljak? Várjál, belerakok követ a csomagtartójába, hogy... igen. Hogy ne tudjon lebillenni. Csórikámat biztos, hogy nagyon jól érzi magát. Egy pillanat és visszajövök. Akkor most jöhet a tűz. Azt a mindenit, mivel érkeztünk. Jöhet a tűz, igen. Mondjuk ezt a motorháztetőt most azért nehéz lenne felnyitni. Hát ez kifagyott, fantasztikus. Szerencsére neki is van. Tűz eloltva, elakadási jelző háromszög következik. Csak maradjon nyugodt, uram, csak maradjon nyugodt. Nem sokára kiszedjük onnan. Gyújtást levesz, de erre már hova vegyem le a gyújtást? Azt a mindenit, nem baj, azért levesszük. Itt is levesszük a gyújtást. És akkor, hölgyem, hall engem? Jó, lélegzik. Fantasztikus. Légzsák tette a dolgát. Itt nem tudom, hogy... Nem lélegzik, hát de ez az autó úgy néz ki, mintha már ki is égett volna, tehát, hogy... sebesülések, hason... Hát nem, akkor nem így néznének ki, hogyha kiégett volna már az autó, de fú, nagyon ramatja állapotban van. Uram... Esetleg... valami... Nem, ő sem. Azt a mindenit. Hello! Magával mi újság? Esetleg... igen, jól van? Ujj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 
Nézzük, őt nem tudom, ő be van szorulva. Semmi, csak rajtatok segíteni? Oké, akkor segítünk neki kimászni. Fúj, de para lehet, úristen. Hova tűnt? Ó, oh, itt van. Megvagy? Mentő helikopter? Hát igen, mondjuk itt azért... igen. Egy hegyet megközelíteni. Így valahogy sokkal egyszerűbb. Oké, okay, hát ez... nem tudtunk túl sokat tenni, basszus. Itt vannak az alkatrészei ennek az autónak. Történt egy ütközés. Valószínűleg ő belement ebbe, miután leszánkázott a hegyről. Igen. Leesett a fentebb lévő útra. Go up! Micsoda? Oh? Hmm. Na nézzük. Van valami... keréknyom. Ez mi? Rock with a piece of tire. Egy nagy kőre ráhajtott, és az kiszúrta a kerekét.
valószínűsítetően a jobb elsőt, ezért... Ezért az lerántotta a szakadék felé. Oh. És igen, ahogy ő lezuhantott a szakadékba, ő bele is ment még oldalból. A mögötte jövő, ez a narancssárga pedig elrántotta a kormányt, mert hát megijedt. Itt vannak a nyomai. És hát pont megállt. Pont megállt, mielőtt nagyobb baj történt volna. Oké, megvannak a nyomok. Success! Hát, megtettük, amit tudtunk. Nagy nehezen kiszabadítottak ez az autóból, de túl késő volt. Hát bele az a zuhanásba, meg hát abba, hogy belerohantak oldalba. Így elhamvasztották, maybe. Aha, ő a sofőrje volt az olyan autónak. Amikor lezuhant az autó, egyszerűen eltört a nyakát, és nem érte túl. A hölgy, aki belejük rohant, nem voltak súlyos sérülései, gyorsan fel tudott épülni, 2 nap alatt elhagyhatta a kórházat. És utána van még valami családi sztori. Ő pedig, aki a... hát majdnem lezuhant. Nagyon órákba telt, mire visszatért a sokkból igazából, magához tudott térni. És utána hát ennek a lelki problémáit élete végébe, élete további szakaszában el kellett viselnie. Hú, hát király ezeken az utakon csapatni, de nagyon közel vagy a nagyon nagy bajhoz. Következő esetünk az egy éjszakai baleset. 2004-ben vagyunk az USA-ban, és változatlanul 4 darab áldozata lesz a balesetnek. Na nézzük. Oh, wow. Oh. Itt csapatás volt. Dude. Jó, gyorsan hívjuk a... igen, itt van a telefonunk. Lemerült a telefon. Anyád, gyorsan valaki egy telefont. Boy. Van egy telefonod? Van egy telefonod? Léci, mondd azt, hogy valahol itt a... Bekapcsoltam az elakadási jelzőt, vagy... Nem, kinyitottam a csomagtartóját. Oké, ezek majd kelleni fognak nekem. Telefon. Nem mondott, hogy senkinek nem volt éppen a kezében telefon. A jó büdös francba. Valahol egy telefonfülke. Ott van. Hello. Mi az, hogy nem? Mi az, hogy nem működik? Ja. Igen, én vagyok az. Be sem mutatkozok. Oké, jöhet az elakadási jelző háromszög. Ez micsoda? Emergency flare. Flare? Micsoda? De hova kéne ezt, vagy ez hogy? Jó, hol a másik hely, ahova le kell rakni? Ja, többet is kivehetek, oké. Tehát azokat a sávokat kell megjelölni, amik erbe az irányba vezetnek. Ilyenről sem hallottam még, oké. Lekapcsoljuk a gyújtást. Gyorsan, mert már elég időt szarakodtam a flerekkel. Ott, oké, jó. Check. Júj. Ez komoly arcsérülés. Kivezés. Hátra. Fejsérülés. Több helyen is. Nem lélegzik. Lélegzik, nagyon jó, oké, akkor itt a sofőr rendben van. Hölgyem. Igen, ő is lélegzik, nagyon jó.
nagyszerű. Uram. Hú, hát... Ő is lélegzik, akkor... Akkor annyira durván nem kapta telibe. Mondjuk van rajta annyi sérülés, mint az állat. Oké, az ő sérülését el kell látnunk, őt pedig ki kell... Location, checkelni kell. Vissza. Gyorsan. Hú, de az hogy checkeljen? Várjál már, ebben nincsen GPS. Hát itt a izé, hotel, Burger Hotel. Vagy utcatábla, itt az utcatábla. Igen. Ennek és ennek a sarka. Yes. Oké. És akkor... Pass information to emergency dispatcher. Nyomom a telefon. Ja, az le van merülve, akkor vissza kell mennem a telefonfülkéhez, mert most nem vagyunk forró dróton. Nem tudunk folyamatosan beszélni. Nagyon tökölök, az a baj. Téged ki tudlak húzni? Ez fura, hát neki el tudnánk látni a sebeit. Lehet, hogy túl hamar vettem föl. Őt kell kihúzni. Őt kell kihúzni az autóba. Jó, még van idő. Kezdjük föl. Száj kinyit. És akkor jöhet a kompresszió. Fontos megígézni egyébként ennél a szituációnál, hogy két különböző esetet különböztethetünk meg, amikor van púzus, de nincsen légzés, és amikor ugye púzus sincsen. Most jelen esetben... Out of time. Nem tudtam, az a baj, hogy hol volt az opció, hogy őt kihúzzam a kocsiból. Tehát ha nincsen púzus, akkor nyilván kell a mellkasi kompressziót is csinálni, és a lélegeztetést is. Viszont hogyha púzusa van, csak lélegzés nincsen, akkor először is ellenőrizni kell, hogy valami elállja a légutakat, esetleg valami ételmaradék, vagy akár nyelve. Ha ez nem áll fönt, vagy elhárítottuk, akkor meg nem kell mellkasi kompresszió, csak a lélegeztetés. No, nem segített. De miért nem tudtam a hajléktalan úrnak segíteni? Hát azért lett volna ott mit bekötözni, vagy nem volt annyira sérült. De nagyon ment le a HP-ja. Nézzük, hogy mi történt. Hát érkezett a Porsche-val, vagy valami hasonlóval az úriember abból az irányból, és hát ezt ugye hallottuk is, ahogy elhúz mögöttünk. És teli... Hát egyrészt elgázolta a hajléktalan urat, aki éppen a bevásárlókocsit tolt át az úton. Mondjuk, hogy eleve, tehát hogy itt egy T-kereszteződés van, hogy mi volt a terve a Porsche-snak, azt nem tudom, mert hogyha nem találja telibe a hajléktalant, akkor is ők meg erről jöttek, szóval itt most itt valami hatalmas acse volt, vagy valami nagyon elnézett. Na mindegy. Hát utána kipördült ide, vagy valami hasonló, és még vele is ütköztek. Az micsoda? Éppen egy utcai verseny részvevője volt. Aha, értem. És ez a kis kártya az, hogy hát lényegében benevezett. Oké, hát akkor végül is világos a történet. Ment a racse, telibe kapta a hajléktalant, kipördült, mentett valahogy, hát igazából így megpróbált megállni, megállt a kereszteződés közepén, és hát pont érkezett oldalról a kék autó, és telibe is verte. A hajléktalan meg... Hát nem élte túl. Nagyon sok mindenet tört. Ám meg igazából az egészségügyi állapota se volt olyan, hogy nagyon túlélhesse. A Racser úr túléltem.
Ó, 10 év börtönt kapott illegális versenyzésért. A kék kocsi sofőrje nem igazán szenvedett durva a sérüléseket. Gyorsan kiengedték. Ó, igen. Ott utána részt vett a bírósági ügyekben. Ő se nagyon sérült meg, mint hogy a férje. Hetekkel később visszatérhetett a munkájába. Hát igen, hiába van este, hiába vannak kevesen az utcán. Pont elegen ahhoz, hogy baj legyen. Halló? Halló, halló? Na, újabb ügyeket kaptunk. Szóval... Szóval legközelebb egy magyar Komárom Esztergom. Micsoda? Dániel és Christopher és Barbara. Oh, what? Alright. Hát akkor ez lesz a következő. Meg Pólandbe. Meg Mexikó. Jó, oké, majd meglátjuk, hogyan haladunk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Wow, de tudod, hogy van benne egy magyar eset is. Legközelebb innen folytatjuk, hogyha szeretnétek, hogy minél előbb jöjjön a rész, akkor nyomjatok a videóra egy lájkot, és ha még nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel, hogy csatlakozzatok a csapatba. Sziasztok!